sziasztok! Ez a mostani videó témája szintén egy olyan dolog lesz, amilyen általános kérdés szokott lenni a kismotoros fórumokon, úgyhogy igazából ez a dolog itt lette ezt, hogy erről csináljuk egy videót, illetve került hozzám egy Yamaha DT, egy felrakott 70-es hengerszettel, 24-es PDK karburátor és egyéb finomságok, és ezt kell kicsit a gyújtással, van egy kis meló, illetve ezt kell majd beállítgatni. Úgyhogy előtt eszembe szintén egy téma, amit felszoktak tenni általában motoros, kismotoros fórumokon, mégpedig az, hogy XY-szettel raktam össze a motoromat, mint például ugye ezen van egy stage-atos szett, ilyen kipfogom van, ilyen karburátorom van, milyen fogók a méretet javasoltok ahhoz, hogy ez a szett jól működjön. Na most, ilyenkor mindig ezt szokott eszembe jutni, annó építettem egy 70-es Metrakit hengerszettes AM6-os blokkot, különböző, azon is különböző finomságok, főtengely, kipufogó, egyéb sallangok, és az egyik ismerősömnek úgy megtetszett ez a szett, hogy megkért, hogy megvesz mindent, ami ebben a motorban van, elhozza nekem, és egy vatta ugyanilyen szettet rakjak már neki össze, mert tetszik, ahogy megy a motor, tetszik, ahogy húz, ahogy pörög, és őnek egy ilyen szett tökéletesen megfelelne. Így is volt, összeszedtünk mindent, összeírtunk, megrendeltünk, megjöttek az alkatrészek, és elkezdtem összerakni. Összerakódott a szett, és az érdekesség a dolognak, hogy az én 70-es Metrakit szettes motorom szintén ugyanaz a kipufogó, ugyanaz a főtengely, ugyanaz a membrán, ugyanaz a 19-es Delotto PHBG karburátor, ha jól emlékszem, 85-87-es főfúvók a mérettel volt jó. Az alapjáti fúvókára nem emlékszem pontosan, de tudom, hogy a két karburátornak az alapjáti fúvókája az teljesen megegyezett. És az ő szintén vatta ugyanolyan szettjét, pedig 92 vagy 93-as főfúvókával sikerült teljesen optimálisan beállítani. Ami azt bizonyítja, hogy két teljesen ugyanolyan szett sem, ugyanolyan beállításra lépve, hogy ugyanolyan fúvók a mérettel fog megfelelően működni. Ugye rengeteg apró tényezője van a dolognak, ami elviheti. A karburátor nyilván nagyon kevesen veszünk új karburátort. Karburátorok is használt karburátorok. Szívhat jobban falsat az egyik karburátor például a Schieber mellett, mint a másik karburátor. Illetve sok-sok egyéb más tényezője van, ami miatt teljesen más karburátor beállítással lesz optimális ugyanaz a szett. Úgyhogy igazából az a helyzet, hogy azt, hogy valaki elkezdi beállítani a motorját, elkezdi egy bizonyos fúvókamérettel, eljut odáig, hogy beindul a motor, aztán eljut odáig, hogy elkezdi azt a beindult motort az optimális irányba beállítani, ha sokkal ugye nyilván kevesebb üzemanyagot, ha kevesebb több üzemanyagot ad neki. Tehát ennek az egész beállításnak van egy folyamata, amit igazából nem lehet annyival megúszni, hogy én megkérdezem a fórumon, hogy milyen fúvókaméretet javasoltok. Lehet egy kiindulási fúvókaméret, ami például egy frissen összerakott szettnél beállítás szempontjából ugye érdemesebb egy dúsabb keverékkel indítani, és onnan szegényíteni vissza a megfelelő beállításig. De tehát lehet egy kiindulási fúvókaméretet javasolni, de az, hogy az én ugyanolyan szettem, vagy hasonló szettem ezzel a fúvókával lesz jó, és a tiéd is ezzel lesz jó, ez teljesen tévút. Úgyhogy igazából mindenkinek azt javaslom, lesznek videóim egyébként magáról a karburátor beállítás menetéről, hogy én szoktam ezt elvégezni, talán lehet, hogy pont ugyanennél a motornál, hogyha eljutunk el odáig, és elmondom azt, hogy milyennek a nagyjából menet egy karburátor beállításnak, de ez, hogy megkérdezzük fórumon, ez egy totálisan tévút. Úgyhogy igazából ez ennyire van egy kis rövid videó, igazából csak egy véleménynyilvánítás volt ezzel kapcsolatban. Úgyhogy ha esetleg kíváncsiak vagytok arra, hogy ez a karburátor beállításos téma, hogy én hogyan szoktam csinálni, akkor iratkozzatok fel, illetve lájkoljátok a videót, stb. És hamarosan, ha minden jól megy és lesz elég időm, akkor ennél a szettnél ezt meg fogom mutatni. Sziasztok!